szerb és magyar nyelvű előadásokra került sor Horgoson a Művelődési Ház színház termében a 16. Diák Színjátszó Fesztivál keretén belül. Nincs olyan rengeteg előadás, viszont meg vagyunk elégedve, ahogy mondtam, ahhoz képest, hogy milyen nehéz idők voltak. Nem voltak reálisak a felkészítési időszak, nem volt reális, mert nagyon sok beteg, vagy gyerek volt a beteg, vagy a felkészítő tanár, stb. Ahogy mondtam, 5 helyiségből érkeztek a diákok és a csapatok. Itt elsősorban ugye a Horgos és a Kispiaci iskolánk, a Kárász Karolina, továbbra az Oromhegyesi Arany János iskola, a Bácskossuthfalvi általános iskola és a Palicsi, azt hiszem Miroszláv Antić iskola. Palicsi iskola, hát ők tulajdonképpen már egy díjazott előadásra jöttek, és nagyon örülünk, hogy elfogadták a meghívásunkat, hogy a gyerekek is, a felkészítő tanárok is lássanak egy kifort, egy igazi előadás, hogy egy profi színésznő, mondhatom is a nevét, egy kis reklámot, hogy a Kalmár Zsuzsanna készíti ezt a csapatot. A többi előadást ugye amatőr tanítók, tanárok készítik, viszont azt elmondanám, hogy tulajdonképpen ezek az első lépések, ahogy a gyerekek megtanulják ezeket az első színházi lépéseket, beszédet, mozgás gyakorlatok, mozgás művészetet, ugye, és általában a színházi kultúrát. Akkor ezek szerint van neki jövője, van ennek az eseménynek jövője is, módja is. Mit tapasztalt, hogyan élik meg ezt a gyerekek? A gyerekek nagyon örülnek, főleg azok, akik föllépnek. Ők egyszerűen lelkesek a dologban, és minden olyan iskolán kívüli ugye, tevékenység, mert lehet mondani, hogy ez felülmúlja az iskolai falakat is, nagyon szívesen fogadják a gyerekek, mert itt tanulják ugye azt, hogy a jövendőbeli életben ugye van színészet is természetesen, de van beszéd, színházkultúra, amit mind kicsi koruk óta kell, hogy megtanuljanak a gyerekek. És még annyit elmondanám, hogy a mi fesztiválunk már 16 éve ugye működik, és az elejétől a tartományi oktatási titkárság támogatja, és természetesen ez a támogatás nélkül nem született volna meg az utolsó fesztivál. Amit még szeretnék mondani, hogy megköszönném a KNESA-nak, vagyis a Horgosi Kultúra Otthonnak is, hogy vendégül lát bennünket már sok éven át, és itt megköszönöm a tanárkollégáknak, akik nagyon szép csapatmunkát végeztek. 8 előadás került bemutatásra az 5 településről érkező általános iskolák tanulói által. Voltak, akik kisebb-nagyobb társulatként léptek színpadra, de a közönség egyszemélyes előadást is láthatott. Az előadások után pedig kiosztásra került 5 színészdíj is. Hála Istennek az idén meg lehetett tartani így magát a fesztivált, tavaly online fesztivál volt, tavaly zsűriztük, de hát nem volt ekkora él, mint az idei, ugye, amikor élőben látjuk a gyerekeket, hogy merre fejlődnek, miket csinálnak ugye, a csoportvezetők. És jó látni, hogy vannak csoportok, és lesznek is, meg vannak tehetséges gyerekek, akik szeretik ezt csinálni, és ez nagyon jó élmény minden színésznek, amikor látja ezt. Hát volt több fajta előadás, ugye volt, amik ilyen mondhatni klasszikusabb típusú ugye, jelenetek, meg voltak, amik ilyen összeállított szövegekből, ugye akár Janikovszky Éva szövegéből, volt, amik azt hiszem, saját szövegek is, volt egy monodráma is, amit ki kell emelnem, hogy eddig még ilyen diákszínjátszó találkozón nem találkoztam, én legalábbis ilyen is mivel, és nagyon jó is volt a kislány, ugye, zsiráfos. Úgyhogy tehát volt többfajta előadás, és az mindig jó, hogy nem csak egyfajta szint van. Indul a Bakterház, azon belül Bendegúz iskolába megy, nagyon elvesztük eljátszani, és a tanárok is, a felkészítőink is nagyon jó tanárok, szóval nagyon jól éreztük magunkat. Minden nap először próbáltunk a termekbe, mikor véget értek az órák, utána meg próbáltunk a színházba, hogy minden nap mielőtt még eljöttünk volna. Nekem nem volt annyira nehéz, nyilván ideges voltam, hogy majd a szöveget elrontsuk, vagy a színpadon valamit rosszul csinálunk, szóval nekem nem volt olyan hú, de nehéz. Ugye a Bendegúz nem akart iskolába menni, mert ő rontott mindent szét, és behívták a anyát, az öreg anyját, az anyját, meg a
Baktert, és ők voltak bent az osztályfőnöknél, és el kellett mesélni a vendegúznak, hogy mi történt azon az amikor ment az iskolába. A fesztivál programját a Kárász Karolina általános iskola szervezte meg, az eseményt pedig a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási, nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatta.